2005. október első napján a Böcskei falunap reggelén erős asszonyok, lányok, valamint erős férfiak, legények gyülekeztek az általános iskola udvarán. Jöttek az ország minden részéről, sőt, még a határokon túlról is. A megjelenteket a település első embere, Kis József polgármester is köszöntötte. Látszott, itt valami rendkívüli készül, bár Böcskén a szabadidős amatőr falusi erős ember verseny már nem számít rendkívülinek. Itt eldől, ki Magyarország falvainak legerősebb amazonja és legerősebb bikája. Gyerünk, ahogy látják, minden erő elkél, de nézzük, mit is jelent a küzdelem, ahol a résztvevők a legkülönfélébb versenyszámokban bizonyítanak. Mik a legfontosabb szabályok egy ilyen versenyen? Például hol a limit, hol a határ az indulók között? Indulóknál igazándiból nem határoztunk meg, ennek azt kell tudni ez a verseny, a mai versenyhez kapcsolódóan, hogy létezik egy Magyarország legerősebb faluja vetélkedő sorozat, amit most már 8. éve rendezünk. Ez csapatverseny, és ez augusztusban volt az országos döntője, ennek annyi a története hozzá, hogy ezt elkezdjük április-májusban, területi elődöntők vannak, a csapatok onnan jutnak fel az országos döntőre. Az országos döntő augusztusban voltak, ott 30 csapat volt, és ebből a 30 csapatból hívtunk ide versenyzőket, és azt mondtuk, hogy aki ebben a most egyénileg szeretné megmérettetni magát, az igazándiból jöhet. Jelen pillanatban 34 fiú versenyző és 26 lány versenyző verseng. A lányok azok 6, a fiúk azok 7 versenyszámban dolgoznak. Az urak még előtte vannak, milyen érzés? Hát nagy az izgalom, megmondjuk őszintén. Most vagyunk itt másodszor Böcskén, tavaly én voltam a második. Egyik barátom a harmadik, aki ott ugrál, na mindegy. Hát nem mondom őszintén, nagyon izgulunk, mert nem tudjuk, hogy milyen lesz az idei verseny. Ilyenkor már lehet látni valamit? Lehet érezni valamit? Hát még nem voltunk. Nagyon izgulunk, szintén. Hát az időket figyeljük, eddig 21 másodperc volt a legjobb, majd igyekszünk alatta teljesíteni, reméljük, hogy sikerül. Mióta foglalkoznak ezzel a sporttal? Hát 4 éve indulunk a Magyarország legerősebb faluja versenyeken. Most kétszer már országos harmadikak voltunk, mint az idén is, Kartalon. Hát egy jó virtuskodás, azt mondom. Mit szólnak a környezetben, a barátok, a munkahelyen, amikor elmesélik azt, hogy hát a legerősebb ember címért küzdenek? Ja, hát mindig meglepődnek egy kicsit, hogy mekkora súlyokat mozgatunk fiatalon, de büszkék ránk. Azt szokták mondani. Mi a cél? Mi az, ami ebben a sportban a csúcs? Hát végül is nekünk mégis játékként fogjuk fel, de azért próbálunk küzdeni mindig a lehető legjobb helyért. Mert még harmadikak voltunk, mert országos versenyről beszélek, így próbálunk minél jobb helyezéseket elérni. Reméljük, hogy sikerülni fog a jövőben majd. Hagyjuk most egy kicsit az urakat, nézzük, hogy mire képes a gyengébbik nem. Nagyobbat! Nem voltál annyira elégedett. Nem sikerülnek ma jól a dolgok? Hát nem úgy, ahogy szeretném. Mi az, ami kifogott rajtad? Hát a sodróf az elején. Mondjuk az tavaly sem volt olyan jó, de idén meg hiába dobtam meg, és nem borult le. Mióta versenyzel? Hát 4 év csapat, meg tavaly kezdtem. Tavaly volt a nőknek először egyéni, és tavaly nyertem. Bízok benne, hogy idén is, de így nem biztos. Hogy kerül valaki egy ilyen versenyre, egy ilyen közegbe? Hogy jön az indítatás? Hát a sport. Mondjuk én nekem minden napomban benn van a sport. És így. És a környéken mentek csapatok, és aztán mi is mentünk. Hát szóval csapat. Az emberek, meg a programok. Nagy kihívás? Igen. Hát mindenkiből a legjobb, az a legnagyobb. De hát nem mindig sikerül. Sajnos. Családi háttér? Milyen házi asszonyi teendők mellett csinálod ezt a versenyt? 3 gyerek. Munka, meg hát ugye a család. A legkülönfélébb feladatok vannak. Ezek már visszatérőek, vagy mindig más, és mindig új kihívás van? Mondjuk mindig variálnak rajta, mert ott átbújni még nem kellett a talicska után, csak futni.
Mondjuk ez marad mindig ugyanaz. Meg most ugye vannak új számok, tehát mindig vannak újak, és nehezebbek. Tehát edzeni kell, az a lényeg, hogy edzést legyen. Egy új versenyzőnek milyen ez a terep? Hát nekem nehéz. Nekem még ez nekem túl új. Most hogy az is, hogy nem sikerült, nekem új ez az egész. Még hozzá kell szoknom. Majd talán jövőre jobban sikerül. Egyébként egy hölgy, egy családanya miért választja ezt a sportot? Pugi, gyere ide! Ő a lányom, ő ma 2 éve csinálja. Gyere csak te is ide! Anya és lánya együtt? Miért? Hát mert ő meg sportos, ő meg szeret sportolni. Ki az erősebb, anya vagy a lánya? Egy másodperccel én. A jövőre már ő. Remélem. Mi vonzott téged erre a versenyre? Hát szeretek sportolni. Meg tetszett, meg kijártam edzésekre, aztán úgy megtetszett. Meg le akar győzni engem. Mindig versenyzünk. Mi ketten versenyzünk jobban, úgyhogy. Van ebbe egyébként egy ilyen, hogy legyőzni a másikat, megmutatni? Csapatban nem. Nincs. Tehát most igen. Csak egymás között. És mondjuk olyan szempontból, hogy megmutatni a férfiaknak, ilyen van benne? Van. Nekik. Ők akarják megmutatni. Mi van, mi asszonyok? Ez jó van, na. Hányadszor van ezen a versenyen? Egyénin másodjára. Tavaly voltam először. Hát nem tudjuk, hogy hányadik lettem, mert sajnos a 6-ban nem sikerült, mert a talicskát azt elrontottam. Az idei évre már valamiféle koncentrált felkészülés volt? Volt, igen, mert az országoson mi lettünk az elsők, a 4. kategóriába, és azóta is azért egy héten egyszer-kétszer próbálgattuk, edzegettünk. Mit szól ahhoz a család, hogy anyuka ilyen erős, és ezt bizonyítja országvilág előtt? Hát nem csak a család büszke, hanem a munkahely is, mert ugyanis jutalmat kaptunk az első helyért is. De 3 kislányom van, 13-12 évesek, és ő a legkisebb, ő van most itt velünk. Büszkék valószínűleg. Meg az apuka is, ő is versenyző, igen. Az egész család? Igen. Igen. És ki az erősebb otthon? Hát ez megoszlik, mikor, mibe, ki. Megtartod. Megvan a perc, ügyes vagy. Tartod. Ez már egy jól ismert hazai hang. A Bölcskei debreceni Ibolya és Molnár Miklósné nem hiányozhatnak az erős ember versenyről. Részeredmények eddig nagyon-nagyon jók. A hazai terep ennyit számít? Igen. A hazai levegő. Nem szoktunk gyakorolni, úgyhogy nekünk is új ez a terep. Mi vonz hölgyeket ilyen erőpróbára? Az izgalom, a játék. Muszáj részt venni. Ha egyszerűen csak nézni jövök ki, akkor végem van. Bennem van a versenydruk. Muszáj. Mit szólnak a környezetben, akár a szülők, a család, a barátok, hogy anyuka, a barát, barátnő ilyesmire adja a fejét? Szerintem büszkék ránk. Mindenki azt mondja, hogy büszkék ránk. Hogy ilyen eredményeket értünk el az országoson is, meg itt helyben is. Meg mi már régiek vagyunk itt a csapatban. Tehát alapító tagok. 8 éve, hogy csináljuk. Utcán, olyan jó érzés, amikor megállítanak az utcán, hogy na, gratulálunk az eredményhez, az olyan jó. Tetszik ez a pasiknak? Hát, nem sokaknak, de van akinek. Hát, változó. De nagyon nagy a szurkolótábor. Az mennyire számít, hogy itt vannak, és kiabálnak, és buzdítanak? Jó hallani, hogy kiabálnak a háttérből. Mondjuk, amikor versenyszám van és kiabálnak, abból semmit nem hallunk. Semmit. Olyankor az teljesen elvész. Utána jó beszélgetni róla. Mi az, ami segítheti az embert egy ilyen versenyen? Mi az, ami nélkül mondjuk biztos, hogy nem lennétek itt? Ezek a barátságok, az évek óta tartó ismerősök, akik jönnek, az ismerős csapatok. Ez nagyon jó, hogy itt újra találkozunk mindenkivel. Hazai hölgyek után jöjjenek a honi urak. Gyere! Húzza! Gyere! Gyere! Az eddigi legjobb időt láttuk. Ez minek köszönhető ezen a versenyszámon? Hát szerintem a sok edzésnek, amit csináltunk. Azt nem tudok sajnos mondani, meg vagyok lepődve. Ennyi szerintem. Az edzést azt
úgy kell érteni szószoros értelmében, hogy mondjuk otthon az udvaron kocsihúzás, vagy ez azért ilyen formában nem megvalósítható? Ez nem, sajnos. Többen vagyunk egy helyen, és úgy csináljuk ezeket a dolgokat. Meg szerintem a munkahelyen is az erő miatt. Mivel foglalkozik egy ilyen erős ember? Szakmám is van, de másban dolgozok gépen. Gépekkel dolgozunk. Ásással. Ez kezet erősíti, úgyhogy... A munkahelyi edzés mellett, úgymond az egyéb edzések milyen gyakoriak? Hát nagyon ritkák sajnos, mert nem sok idő van rá. Mellette még sportolok mást is, úgyhogy fotball az is erősíti a lábat, úgyhogy ennyi. És ezen a versenyen, ahol a bikaságot kell bizonyítani, miért van itt, miért jön el? Hát, mert a bratyom volt a is a bajnok itt, és én megpróbáltam, hát ha sikerül valami jó. A bratyó persze az idei versenyt sem hagyta ki. Milyen az idei verseny? Nem tudom most. Úgy érzem, mint a nehezebb lenne, nem volt idén felkészülni, úgy. És tavaly szerintem jobb voltam sokkal. Most nem sikerült, úgy érzem is végül is teljesítményen. Hát nem tudom. Még reménykedek. Még van egy pár szám hátra, és megpróbálom még mindent belevinni. Majd meglátom. Mit jelentett az életedben ez a siker? Hát nagyon sokat végül is. Én úgy költöztem ide, 6 éve vagyok Bölcskén, és előrelépés végül is ez sok ember szemébe is. Nagyon jól esett. Jó érzés erős embernek lenni, vagy az a jó érzés, hogy elismernek az emberek? Hát, mindkettő azt lehet mondani. Jó is, igen, népszerűség is, jó érzés nagyon. Igen. Hogyan készülsz egy-egy versenyre? Mennyit eszel? Egyáltalán milyen az életformád? Sokat dolgozom végül is. És tettem még edzek 1 héten 3-szor, végül súlyokat emelek. De idén nem tudtam így felkészülni, mert volt még más dolog is, úgyhogy nem tudom, majd meglássuk. Mennyit eszel? Hát sokat. Naponta, hogy 3-szor, 4-szer végül is. És sokat, nagy mennyiséget. Mi a kedvenced? Hát a sült dolgok, sült hús, pörköltek, ezek ami... Mi jó. A pörköltről egy kicsit később, előtte nézzük, hogy mi alapján dől el, hogy ki is a legjobb. Mi az a versenyszám, ami igazán megmutatja, hogy kiben mi van? Én azt hiszem, hogy nem úgy van összeállítva a versenyszámok, úgy vannak összeállítva, hogy azt most nem lehet azt mondani, hogy melyik az, amelyik a legnehezebb, mert azt mondom, hogy majdnem minden versenyszám nagyon nehéz. Mert ugye itt már egyénileg dolgoznak a fiúk, most képzelje el, hogy a teljeskanna 12 kilós teljeskannát kell időre tartani, addig, ameddig tudja. 45 kilós a 2 teljeskanna, amivel neki szaladgálnia kell. A petrencés rudat az egy 2,5 méter hosszú rúd, amit addig tart, ameddig bírja. Az az üllő, amit ott fognak pakolni, az 90 kiló. Tehát igazándiból egyik versenyszámot sem kéne kiemelni. Vannak mindenkinek megvan a saját maga erőssége, és megvan a saját maga gyengéje. A teljes kannánál például hiába nagyon erős valaki, hogyha nem elég erős a lába és nem elég gyors hozzá, akkor a futás közben nem igazán tudja jó eredményeket hozni. Itt például a súlyhúzásnál ez egy statikus erő, oda kell állni, és neki eszevesz a gyorsasággal fel kell tudni húzni ezt a rönköt hozzá. Tehát én azt mondom, hogy ez a verseny ez most arról szól, hogy minden számban valamilyen szinten ügyesnek kéne lenni, meg általában erősnek kell lenni hozzá, és akkor fog jó eredmények születni. Amíg az erős emberek az iskola udvarán virtuskodtak, addig a bölcskei pincesoron, a béketéren számos bográcsban rotyogott az étel. Természetesen ez is versenyre ment, de az eredmények még mindig váratnak magukra. Ők a helyi óvodások a délutáni színpadi műsoron. Őket követte a paksi és bölcskei táncosokból álló Csillagsó Egyesület divat bemutatókkal fűszerezett programja. A falu apraja nagyja megmozdult, a 12. falunapokon is itt van szinte mindenki. Mit jelent a település életében ez a rendezvény? Hát egy nagyon nagy élményt, nagyon sok családnak, nagyon sok ismerősnek, rokonnak, barátnak, de ezen túlmenően én azt hiszem egy folyamatos fejlődés hoz a településnek, hiszen
készülnek rá az emberek, és fejlesztik, felújítják a présházaikat, pincéiket, és én úgy gondolom, hogy ez már magával vonz egy olyan automatikus fejlődést, hogy nagyon szervezni se kell, hanem ezt önmaguk már szervezik, és azt mondta egyik ismerősöm, hogy szervezhetnénk falunapot minden utcába, és akkor nem csak a pincesort tennék rendbe az emberek, hanem az utcákat is. Hát én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy eredmény az, hogy 12 év után szinte már hagyományként minden évben meg tudjuk rendezni, és ilyen sikerrel. Nagyon kedvesek és barátságosak itt az emberek. Igen, a bölcskei emberekre jellemző ez a nyitottság. Most azt lehet mondani, hogy minden pince, 380 pince nyitva van, de bort venni szinte sehol nem lehet. Nem, hogy szinte nem, egyáltalán nem lehet venni. Kapni meg mindegyik pincében lehet, és jó szívvel ajánlják, kínálják. Örömet okoz, hogyha betér egy idegen, megkóstolja a borát, megdicséri, de ezt csupán a szórakozásra, nem pedig az üzlet szempontjából teszik. És ugyanez vonatkozik az ételekre is, tehát szinte minden pincében főznek, és a legkülönbözőbb ételekkel kínálják a vendégeket. A pogó indiai varázslata után végre kiderült, kik a nap győztesei. A férfiaknál Gergelyfi Sándor Csemőről volt a legjobb, a hölgyeknél pedig a hazai Molnár Miklósné állhatott a dobogó legfelső fokára. Milyen érzés? Nagyon boldog vagyok, nagyon. Még ilyen sose volt, hogy mindent elvigyek, az országos vándorkupát, serleget, mindent. Nagyon boldog vagyok. Ennyit tudok mondani csak. Hallottuk, hogy nem is volt komoly a felkészülés. Akkor minek köszönhető ez a siker? Talán az erőllét, a mindennapi erőllét. És mitől van ez a mindennapi erőllét? Hát nem tudom. 5 fiú van a háznál, és talán azokat a rendbehozataluk. Ne feledkezzünk meg a legjobb külföldi versenyzőről sem. Brandics Géza a szlovákiai Csicserről jött. Miért vannak itt? Hogy kerültek ide? Hát nagy meghívásnak tettünk eleget, tehát a bölcskeiek minket meghívtak, nevezetesen az erőcsapat Színási Istvánnak a vezetésével, és azt szívesen fogadtuk, és jöttünk, láttunk, nyertünk, ezt kéne mondani, de részt vettünk. Ezért jöttünk, hogy összetartsuk azt a lelket bennünk, tehát azt a magyarságot. Szeretünk magyarnak lenni, magyarnak születtünk, magyarnak fogunk meghalni, és azért jöttünk, hogy itt jól, az anyaországba, ezért jöttünk. Miért szeretnek itt Bölcskén? Bölcskét, mint falut nem ismerem annyira, de Bölcske nálunk az agyunkban úgy marad meg, mint például Szénási István, Szénási Teca, és nem akarnám kiadni egyiket, nem akarom sorolni, mert sokan vannak, az embereket szeretjük. Mert nem barátok vagyunk, hanem már lassan testvérek vagyunk, ezért. Hogyan értékeli, hogyan látja ezt a mai viadalt? Úgy érzem, hogy magában a versenyek mellett a felkészülés is nagyon színvonalas volt, nagyon kemény volt, nagyon szoros verseny volt. Az eredmények is mutatják, hiszen ezred másodpercek döntöttek egy-egy versenyszámnál, és hát az összetett eredmény is nagyon-nagyon kemény volt. Mi a jutalma a legjobbaknak? Hát ugye a jutalma az gyakorlatilag mindegyik a győztes, az gyakorlatilag megnyeri azt, vagy elnyeri egy évre azt a selleget, mert ez egy vándorselleg a hölgyeknél és a duraknál is, amikre föl van vésve majd a neve, hogy tulajdonképpen ebben az időszakban, 2005-ben Magyarország vidék legelősebb bikája és Amazonja az a személy, akinek a neve erre föl fog kerülni. És természetesen hozzá ilyen kisebb ajándékok vannak, de itt elsősorban nálunk a legfontosabb, amit tartjuk, a erkölcsi elismerés, és ezek nagyon fontos dolgok, mert mi annyira elanyagiasodtunk bizonyos dolgokba, de ezek a falusi emberek nem, szóval ezek inkább sokkal nagyobb becsbe tartják az elért eredményeiket, és az eredmények mellett ugye az, hogy ők ezt a címet viselhetik. Nem mehetett haza díj nélkül a főzőverseny nyertese sem. Mi készült, és mi volt a titka? Borjúpörkölt. Borjúpörköltnek nincs titka, az nagyon jó. Önmagában nagyon jó. 2 évvel ezelőtt, ugyanitt a bölcskei napokon ezzel nyertünk, a borjúpörkölttel. Tavaly is indultunk, tavaly nem nyertünk, bíztunk benne, hogy az idén nyerünk, mert a borjúnál, a fiatal borjúnál jobb hús, meg nagyon finom, jó pörkölt, nagyon kevés, ami összeállítható.
Mire kell figyelni, amikor ilyen ételt készítünk? Nagyon figyelni kell a húsra. Az hús friss legyen. Nagyon figyelni kell fűszerekre. Fűszerek az megfelelő mennyiségbe, és azok a fűszerek kerüljenek be, amikre szükség van a pörkölthöz. És minden másra figyelni kell. Van-e valami pici adalék, ami belekerül, és amitől mondjuk egy kicsit különleges lesz? Hogy ne lenne, de ez az, amit nem lehet elárulni. Ez az, amitől első a mérges féle borjúpörkölt. Az este a színpad már a sztároké volt. Először Csepregi Éva és Végvári Ádám adtak fergeteges koncertet. Jöjjön egy kis Neauton életérzés. Érzés volt. Hát egyrészt nagyon jó dolog, hogy olyan helyen jártunk, ahol még nem jártunk a Neauton familiával, meg azt hiszem, hogy így külön sem. És hát ez minden alkalom egy ilyen hódítás, hogyha sikerül, akkor nagyon jó érzés, hogyha még emlékeznek a dalokra, velünk énekelnek, úgyhogy ez úgy viszi az embert. Miért fontos az, hogy azok a művészek, akik tulajdonképpen már világszínvonalon bizonyítottak, mondhatjuk ezt, egy ilyen falunapon is eljöjjenek és kiálljanak a kis falusi közönség elé is? Hát először is azért, mert én baromira szeretem csinálni. Akárhol, akár nyugaton, akár Kreten, de legjobb Magyarországon, és amikor ilyen közönség van, mint itt, akkor azt hiszem, ezt nem is kell magyarázni, ez nagyon jó érzés. Az ember érzi, hogy szeretik. Nekünk egyébként mindig a magyar közönség volt a legfontosabb. Ugye a Neauton família nagyon hosszú sikertörténetet tudhat magáinak, főleg a Távol-Keleten. De azért akkor is, amikor ott turnéztunk, meg mindenféle események voltak a Yamaha Fesztiváltól kezdve, akkor is mindig az volt a legfontosabb, hogy itthon jól sikerüljenek a lemezek, és itthon jók legyenek a koncertek. És hát ez egy igazi bizonyíték, hogy még ma is tudják és ismerik a történetet. Hatalmas tömeg várta már a szuperbulit Lajcsival. Nem csalódtak. Mi a sikertitka? Hú, én nem tudom. Szóval ez nem olyan tudományos, mint hogy az emberek úgy azt gondolják, hogy akkor ezt úgy otthon átgondoltuk. Én azt gondolom, hogy én egy vagyok a közönségből, aki megtanultam zenélni, és a legjobb tudásom szerint szórakoztatom a közönséget. Azt gondolom, ez a lényeg, hogy mindenki kellő az alázattal kezelje a közönséget. És ha így teszi, akkor sokáig fennmarad. Én 25 éve kezdtem egyébként, mint Lajcsi. Ez évvel lesz pont a évvégén a jubileumom ilyen alkalomból. És azt gondolom, hogy látva sok olyan fiatal előadót, hogy nagyon fontos az, hogy becsülje meg a közönséget, mert egy van belőle. Ismerősként üdvözölték már Bölcskén. Visszajáró vendég? Hát tavaly itt voltunk először. Sajnos csak tavaly voltunk itt, de nagyon örülünk, hogy újra itt vagyunk, mert egy nagyon kedves hely, és most egy kicsit korábban jöttem, mert tavaly nagyon finom rétást kaptam, és féltem, hogy már nem jut nekem, de hála Istennek, már most is nehéz volt bejönni, olyan sokan jöttek, úgy örülök neki. A bölcskei falunapi mulatság hajnalig tartott. Egy biztos, a rendezvény jövőre sem marad el.